András, köszönöm, hogy itt vagytok újra veletek. A kicsit fájós okával is igyekszem ezzel, hogy mit fogunk teljesíteni itt a csapatommal, de azért mégis megteszünk mindent. Köszönöm azoknak a segítését, akik önképesként itt vannak. Sok tucatnyian, akik vállalták azt, hogy ebben a több mint 10 napban itt legyenek, és megrendezték, megszervezték ezt a nagyszerű tábort. Ha megengeditek, én egy nagyon rövid vers idézetet szeretnék mindenkinek átadni, kicsi gyerekeknek is, a nagyobbaknak is, és hát természetesen mindazoknak, akik a gyermekekkel foglalkoznak, akár erre a néhány napra, akár pedig hosszú távra is. Dzsida Jenő Annuska neve napjára két versszakot fogok felolvasni, amikor megírni az egész versen. Őszintén szívemből kívánom én a boldogságodat. Nem mondom, hogy rá egy felhő sem menjen, egy hosszú-hosszú emberélet alatt. Hiszen ha nincsen felhő, nincs eső sem. Könny nélkül lelkünk nem termékenyül, és a legnagyobb csapástól fogjon Isten, lélektől, hogy nem érez, nem hevő. Én köszönöm szépen azt a hevületet, amit átadtam. Sok erőt, tudom, hogy kell egy ilyen hosszú táborhoz, hanem végig azon a